Ugye mindketten Sátorjóhelyiek vagyunk, ebben a kisvárosban született, minden ehhez kötődik tulajdonképpen, az összes iskoláinkat itt végeztük, egészen az egyetemig, aztán utána már különváltuk az útjaink. Tulajdonképpen a gyerekkor legjellemzőbb vonatkozása talán az, hogy állandóan kint tartózkodtunk, amikor nem az iskolában voltunk. Mindig olyan lakásaink voltak, ahol udvar is tartozott a lakáshoz, és ott általában sporttal ütöttük el az időt. Na most a szülei nem álltak nagyon jól, tehát édesapja nagyon jó művészi érzékkel rendelkezett, itt a festmények nagy része különben az övé, de nem tudták volna képzőművészeti egyetemre vagy főiskolára járatni, és ezért a vasútnál helyezkedett el, az édesanyja meg gondok volt a kertészeti technikumban. Kirándulásaink általában hegyköz felé történtek, és ezeket a hegyeket, amelyek itt fölöttünk találhatók, mind alaposan bejártuk. De család aztán külföldi utakat is végzett. Jártunk sok helyen, többek között Kassán, Pozsonyban, Prágában, Karlovariban, Varsóban. Annak idején, ami 1960-ról beszélünk körülbelül, akkor ez igen komoly teljesítménynek számított. Attila sokféle sportot csinált, végül is ő félhivatalosan komolyan sportolt, mert a gimnáziumi sportterülettel együtt megyei versenyekre járt, az egy későbbi feleségemmel együtt. Először 5 próbát is próbált, ha jól emlékszem, aztán utána kialakult az, hogy a hármas ugrással foglalkozott komolyabban, egészen addig, amíg egyszer meg nem sérült, és aztán akkor abba is kellett hagyni. Nagyon jó testvérek voltunk, de hát mind a ketten fiúk. És ez azért okozott. Legalább 2 olyan esetre visszaemlékszem, ami komoly nézeteltéréshez vezet, nem is nézeteltéréshez. Gyerekes játékhoz vezetett, holott akkor szerintem már eléggé felnőttek voltunk. Az egyik alkalommal én csináltam valami olyasmit, hogy vagy valami golyóval, vagy valami nehezebb fémtárgyal, amikor vívtunk. Általában ez vívások alkalmával történt ilyen baleset. Akkor elrepült valami, és az ő homlokán okozott egy komolyabb sérülést, ami pillanatnyilag volt komoly, de aztán utána el is tűnt talán. A másik alkalommal meg ő vágott oda nekem egy szatyorra, miközben én egy kést tartott, egy konyhakést tartottam a kezembe, az volt a vívásnak a csúcsa, és akkor a szatyor sajnos olyan nehéz volt, hogy egy kés visszacsúszott a kezembe, azt jobb volt nem látni. Utána anyánk hazajött, és akkor éppen áztattam a kezemet egy labor vízben, azt színes filmmel lehetett volna azt hiszem igazán bemutatni. A földrajz mindig érdekelte, a csillagászat is érdekelte, a fizika is érdekelte, de mivel a legjobb barátja nagyon jó tanuló volt, és nagyon jó fizikus volt, fizikus is lett utána, ezért úgy gondolta, hogy akkor ő nem megy fizikusnak vagy fizika szakra, hanem a földrajzhoz választ valamit, és így választotta a biológiát. Hát Attila már gimnazista korában mindenáron csillagász szeretett volna lenni, aztán valaki megmagyarázta, neki lehet, hogy édesapánk volt, hogy körülbelül mivel jár ez, és erről az irányról aztán letett. Nem sokkal ezután úgy emlékszem, hogy mindenáron a környezettel szeretett volna foglalkozni időjárás előrejelző formában, magyarul meteorológus szeretett volna lenni. Aztán végül is, hogy mondjam, szóval lehet, hogy nem is gyökeresen más irányba ment el, mert részben van valami átfedés, és ez talán megmaradt. Szóval 2 évig jártunk csak egy osztályban, mert mi 42-en indultunk, és a matematikus osztályfőnökünknek a tevékenysége miatt 19-en maradtunk első év végére.
másodikat még megcsináltuk így, és utána az osztály egyik felét áttették az Attiláék osztályába, a másik felét egy másik osztályba. Tehát attól harmadiktól voltunk mi osztálytársak, harmadikban még nem nagyon néztünk egymásra, és negyedikben a szalagavatón kezdődött tulajdonképpen, amikor én nem igen jókat mondtam neki, de úgy látszik, hogy ez volt az, ami őt motiválta arra, hogy megmutassa a jó oldalát is, és attól kezdve tulajdonképpen folyamatosan. Tehát annak az 61, most 2012, tehát elég régen volt már. Furcsa módon a családunk úgy alakult, hogy Attilának a felesége, Attila, és az én feleségem, Csizmadia Julika, egy osztályba jártak. Úgyhogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Attilával egy osztályban ősültünk. Én 2 évvel idősebb vagyok, mint ők. De végül is, amíg egyetemre nem kerültünk, az érettség után ez rövid idő volt végül, és egy nyár volt tulajdonképpen, amikor így 4-en sülve-főve együtt voltunk, aztán utána külön váltak az útjaink. Attila sátoralja úgy helyi volt, tehát hegyvidéki. Hát én meg alföldi, nagyon is alföldi voltam. És síkvidéken el tudtam menni messzire. De amikor már a minőségi bucka következett, akkor már ez számomra egy kis megerőltetés volt. Hát, hogy aztán a hegyet megmásszam, a tarkőre felmenjek, az már nehézséget jelentett. Többször Attila segítségére voltam utalva, készséggel nyújtotta a karját, vagy a kezét, és így sikerült nekem teljesíteni a hegyvidéki terepgyakorlatokat. Ezek igen hosszúak voltak akkoriban, mert a biológiával is voltunk, a földrajzzal is voltunk. Volt olyan év, amikor nyáron 3 hetet vett igénybe a terepgyakorlat. A Szentgyörgy-hegy orgonáira, hogyha ő nem segít fel az orgonák tetejére, én még mindig ott állok, mert magamtól fel nem jutok. Ő éppen, hát nem is, hogy kezdte, de az egyetemi, azt hiszem másodévét végezte, amikor én meg már tanár lettem, így aztán tulajdonképpen még szinte tanítványom volt, bár ez lehet, hogy csak egy terepgyakorlat elejéig igaz. Kollégista volt, én meg Debrecenben laktam, tehát a kollégisták mindig jobban ismerték egymást. Most az, hogy előadáson vagy gyakorlaton találkoztunk, az mindig olyan rohanás volt, tehát úgy emberként nehezen ismerte meg a kollégistákat. Kollégisták jobban ismerték egymást. Attila egy megbízható jó tanuló volt, és általában így a jó tanulók és a fiatal tanárok között nem szokott konfliktus lenni. Udvarias volt, nagyon szellemes volt, szívesen kereste az ember a társaságát, segítőkész volt. Hát ha valami tantárgyal kapcsolatos elakadás volt, szívesen fordult hozzá az ember, mert hát már akkor megmutatkozott, hogy az Isten is tanárnak teremtette. Nagyon világosan tudott magyarázni, teljesen megértette az ember azt az anyagrészt, ami hát nem volt teljesen tiszta.
Pincés professzor úr nagyon figyelt a fiatalokra, és ő a tanszéképítést, ezt most szó szerint mondom, ő egy hosszú távú folyamat részeként látta, és az, hogy Kerényi Attila, aki végzés után nem maradhatott benne az egyetemen, nem volt hely, nem tudom, milyen adminisztratív okai voltak, és vidékre került, azt hiszem Szikszóba, meg Sátoraja Újhelybe, és ott tanított teljes orvaszámban, nagyon nagy leterhelés mellett, de már készült a doktori disszertációjára is, ő Pincés professzor úr látókörében volt. És hogy ő bekerülhetett az egyetembe, és ott ezen a szakterületen indulhatott elemben Pincés professzor úrnak nagy szerepe volt, segítette, támogatta őt, és messze menően figyelemmel kísérte a munkáját, ösztönözte, hogy a biológia földrajz szakos tanári diplomája mellé még egy szakterületen egy szakdiplomát szerezett, és ez a talajtan volt. Tehát Attila Borsod megyétől kapott társadalmi ösztöndíjat, és amikor végzett, akkor bár Pincés, akkor még nem professzor volt, de mindegy Pincés professzor úr legyen így, ő mondta neki, hogy ha státusz lesz, akkor visszahozza, de amúgy ismerni kellett Borsod megyébe, mert akkor vissza kellett volna fizetni az ösztöndíjat. Így kerültünk Szikszóraja, én mindig mentem utána, engem mindig utána helyeztek, ahova őt helyezték, nagyon rendesek voltak, akkor még járások voltak, és tényleg ugyanabban az iskolában raktak engem is, tehát így kerültünk Szikszóra, ahol először még az általános iskolával közös volt a gimnázium, egy nagyon kardos katonás, nagyon jó igazgató volt, aki erősen követelt, és mind a ketten keményen dolgoztunk, szombaton is volt még akkor tanítás, és ilyen 40 és 50 heti óraszámban tanítottunk mind a ketten. Ő is tanított általános iskolába is, középiskolába is, szakmunkásképzőbe is, én meg általánosban meg szakmunkásképzőben. Na most lakást nem kaptunk, albérletben laktunk, mert amit felajánlottak, az nagyon sallétromos lett volna, és azt mondtuk, hogy akkor inkább maradunk albérletben. Attilának meg kínáltak egy állást Encsen. Erre ugyan nem volt, tehát nem is akart ilyen irányba menni. Tudták is róla, hogy nem akar ilyen irányba menni, egy úttörőtitkári állás volt különben, de ott lakást is adtak. És átmentünk Encsre, nekem állást adtak, és tulajdonképpen nagyon szép éveket töltöttünk ott. Senki nem piszkált bennünket, tudták, hogy ez nem végleges megoldás. Az Encsi gimnázium igazgatójával, meg a feleségével, aki az általánosban tanított, nagyon jó barátságban lettünk, most is tart a kapcsolatunk. Jókat kirándultunk együtt, amit is mindig szerettünk kirándulni. És ott voltunk egészen addig, amíg státusz nem adódott az egyetemen, ez 74-ben lett. Közben Attila önállóan csinálta a doktoriát. Annyi segítséget kapott, Kádár professzor úrnál csinálta, hogy háromszor vagy négyszer, de ez tényleg nagyon komolyan így ott, háromszor vagy négyszer volt konzultálni nála, a lakáson én is voltam vele általában, én addig játszottam a Kádár prof. unokájával, amíg ők beszélgettek, egy másfél órát, egy alkalommal. És egyszer volt Pincés professzor úr terepen vele, az Emplénben, amikor beragadtak a sárba, és nem tudom, szekérrel vagy traktorral kellett kihúzatni a terepjárót, az egyetemi terepjárót. Ennyi volt a segítség. És hát szerintem ebből már látszik, meg látszott már akkor, hogy ő alkalmas a komoly egyetemi tanári munkára, meg a kutató munkára. A doktoriát akkor csinálta a Borsba-völgybe, amikor én Telkibányán dolgoztam, egy hasonló, félig-meddig hasonló témán, és egy nagyon jó ötletet vetett föl, amit azután alkalmazott más területeken is az eróziós potenciálra vonatkozóan, volt egy új zseniális felismerése. Nem is tudom, miért nem kapta fel jobban a szakma,
és én is használtam, támaszkodtam erre az ötletére, nagyon kreatívnak találtam, és még tovább is fejlesztettem a geológia irányába egy vonatkozását. Ez egy nagyon fontos munka volt a Bozsva völgy geomorfológiája, pontosabban itt a Bozsvának a hordalékszállító képességével kapcsolatos kutatások, vizsgálatok. Kádár professzorunknak volt több érdekes elmélet, és ezeknek a nyomsávján haladó ifjú kutatók kapták így a feladatot. Kerényi tanár úr ezzel rengeteget foglalkozott, nagyon sokat dolgozott, el is készült a disszertáció, és beadta, és hát hosszú ideig nem kapott választ, reakciót, hogy akkor ez hogy áll. És akkor egyszer tanár úr szólt Kádár professzor úrnak, hogy mi a disszertációval a véleménye, hogy látja. És akkor Kádár professzor olyan választ adott neki, hogy ez még nem érett meg arra, hogy elolvassa. Hát ez azért borzongató volt ilyet hallani, hogy egy kész disszertáció nem érik meg arra a hónapokig, hogy elolvassák, hát azt azonnal az ember elolvassa, és kíváncsivá, és véleményt cserél. Nem volt könnyű az ilyeneket feldolgozni lelkileg. Kerényi tanár úr ezt a disszertációt nagyon alapos terepkutatások alapján írta meg, készítette el, megvédte sikeresen, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy a geomorfológiai természetföldrajzi kutatások nyomsávján haladjon és menjen tovább. Doktori nélkül szinte elképzelhetetlen volt az egyetemi oktatói pálya. Én 71-ben kerültem ide, és akkor pár év múlva ő, és néhány évig, talán jó sokáig is, gyakorlatilag ugyanazon a folyosón volt az ő szobája, ahol a metrógi tanszék, tehát volt ott egy szoba, amit Martoni, Kati meg Attila használtak közösen, és hát ugye elég sokat összetalálkoztunk, és ebből adódott, hogy mindenféléről hát beszélgettünk. Ő 1974-ben került ide az egyetemre, mint fiatal oktató és kutató. Nagyon ambiciózus, energikus fiatalemberként emlékezem rá. Pincés professzor hozta ide le a laborba hozzánk bemutatni. Én akkor már itt dolgoztam, mint vegyésztechnikus, és az első benyomásaim az, hogy látszott rajta, hogy mennyire határozott megjelenésű és szigorú ember benyomását keltette, már fiatal emberként is, aki, hát ami később be is igazolódott, hogy ő végtelenül precíz és maximalista önmagával szemben, és a kollégákkal, a hallgatókkal szemben is. A visszakerülése az emlékezetes számomra, nem egyetlen mozzanat miatt, de talán elmondanám, hogy amikor ő visszakerült, akkor tájt vette át itt a tanszékvezetést Borsi és Pincés professzor. Na mostan ők, mint ifjú tanszékvezetők, úgy gondolom én ma vén fejjel is, hogy úgy meg akarták mutatni, hogy rendnek kell itt lenni, és hát keményen megdorgálták a itt lévő fiatal kollégákat munkaerkölcs tekintetében, és akkor a frissen idekerült Attila volt a bezzeg. Na hát természetesen, hogy ez némi, hogy is mondjam, feszültséget akkor eredményezett, jól lehet, az idekerültnek ebben semmi szerepe nem volt, de hát akiknek meg mondják, hogy ő a bezzeg, ugye hát az nem föltétlenül egy kedvező indulása kapcsolatok kialakítása terén. Kerényi Attila tanár urat, akkor még tanársegéd volt, nem a nagy épületben, ahol a Földrajz Intézet volt, hanem a hozzátartozó, akkor kémia épületnek nevezett szárban ismertem meg, ahol a földrajzi, természetföldrajzi laboratóriumok voltak. És erről is szólni kell, mert Magyarországon akkoriban ezek a természetföldrajzi laboratóriumok az esőztető berendezéssel ellátott talajeróziós laboratórium a Fagykamba és a Szélcsatorna egyedülállónak minősültek.
És én itt találkoztam először Kerényi Attila tanárúval, aki több diákjával, Varga Ferencre emlékszem még, aki később a Bükki Nemzeti Parkba került, éppen a talajeróziós, cseperóziós vizsgálatokra készítették elő azt az esőztető berendezést, ami után megkezdődtek ezek a kísérleti geomorfológiai vizsgálatok, és amelyeket ő nagyon alaposan, nagyon részletesen dokumentál. Én már harmadéves voltam, amikor ő visszakerült az egyetemre, és hát tényleg túlzás nélkül ma is emlékszem azokra az első órákra, amikor egy új oktató megjelent a színen, és hihetetlen lelkesedéssel és nyitottsággal elkezdte oktatói munkáját. Mint tanársegéd kezdett a földrajz berkein belül ugye oktatni, a kutatásában pedig a talajjal kezdett foglalkozni, ehhez ő elvégezte a 2 éves szakmérnökit, talajszakmérnökit Gödöllőn. Egy tanársegéd nagyon leterelt volt akkoriban. 16-18 órát is kellett sokszor egy héten vállalnia, tartania, 6-8 tárgykört is előadott. Nagyon szerteágazó egyéb feladatok is hárultak rájuk, adminisztratív munka is, és ebben Kerényi Attilának is ki kellett venni a részét. Mennyire volt szabad keze? Nyilván a professzorral való megbeszélés jelentette az alapokat, hiszen a professzor előadásaihoz kapcsolódtak a gyakorlatok. Tehát itt egy állandó szinkronnak kellett lenni, akár Afrika, akár Ázsia, akár a többi kontinens részében, sőt még a gazdaságföldmezi blokkokban is. A szakirodalom kiválasztásában is kapott nyilván instrukciókat, javaslatokat, ötleteket, hiszen egy professzor látókörre a koránál fogva is jóval nagyobb. Biztos, hogy itt állandó napi konzultáció volt a professzor és a hallgató, illetve a professzor és a tanársegéd között. Nem egyszer bejött a professzor is meghallgatni a gyakorlatot. Tehát volt úgy, hogy Kerényi Attila úgy kezdte a gyakorlatot, hogy ketten jelentek meg Pincé Zoltánnak, és Pincé Zoltán is végighallgatta. Utána ők nyilván megbeszélték egymással a tanulságokat. Előttünk nem hangzott el semmi a gyakorlatra vonatkozóan. Kádár professzor úr, ő tényleg megkérdőjelezhetetlen tekintély volt, de olyan, hogy ha a folyosón végigment, akkor senki nem szólalt meg. Tehát mindenki megmerevedett, és várta, míg a professzor úr elmegy, bólintott a hallgatók felé, tehát ő a megjelenésével abszolút módon ledermesztette a környezetét, és ez sajnos így volt a saját oktatótársa felé irányuló viszonyában is. Kádár professzor úr mutatott egyszer egy anyagot, amit neki az 50-es években kellett írni, és hosszú bekezdés arról szólt, hogy a tanársegéd az mind a szó mondja, a segéd. Az mindenben segéd. Az mindenben csak alárendelt és olyan segéd, amelyeknek kötelessége minden körülmények között a tanároknak a kiszolgálása tulajdonképpen. Kerényi Attilának a odakerülésével a 70-es évek legvégétől, amikor én már tanársegéd voltam, hát akkor ez az elszigeteltség egy kicsit oldódott, mert tényleg Attilával telepen is, meg úgy mindennapokban is elég sokat találkoztam, beszélgettünk, úgy körülbelül ismertük egymás gondolatvilágát. Ez volt az irodája, meg a dolgozó szobája, és itt készült az előadásokra, nagyon precízen, nagyon rákoncentrált a dolgokra, a diákat itt állította össze az előadásához, és közben mi itt végeztünk pH-méréseket, fotometrálásokat, sőt a lángfotométeres, mert akkor még lángfotométerünk volt, abba ő is bekapcsolódott. Hát szerintem a legnehezebb akkor volt, amikor Attila ide került az egyetemre. Ugye 73. januárjában volt a doktori védésünk, és ő ezt követően került ide Debrecenbe, de a család még nem jött vele, hanem amíg föl nem épült az ő lakásuk, házuk, és hát Attila hetenként egyszer látta a családját, nem is volt a billete, hanem, hát ez biztos mindenki tudja, hogy tulajdonképpen a társadalomföldrajznak a belső szobájában
volt egy rekami, ahol aludt, és hát ott töltötte tulajdonképpen a hétköznapét, és aztán rohant haza a család. Most én emlékszem arra, hogy ugye, amikor Attila ide került, akkor még ő neki nem volt gyereke, és akkor azt hiszem egy év múlva született meg a lánya, ugye ő az idősebb, és hát nagyon boldog volt. Valahogy nem tudta, hogy én már ezen túl vagyok, és hát ugye boldog volt, mesélt, és mondja nekem, hogy majd megtudod te is, hogyha neked is lesz gyereked, és akkor mondta nekem, hogy hát nekem már kettő van tehát. A felvételi, ami egyébként itt a azon a meteorológia tanszéken zajlott, ami most az ásványtan tanszék, valahogy a dolgok ugye visszaérnek önmagukba. Tehát különösen feszült voltam, az ember amúgy is feszült egy felvételén, idegen helyen van, szokatlan helyen van, és még az is hozzá tartozik egészen őszintén, hogy nem volt teljesen hibátlan az én írásbelim, tehát tudtam, hogy nekem ott a szóbelén domborítanom kell, hogy bekerüljek. Úgyhogy meglehetősen feszült voltam, és bekerülök a szóbelire, mondjuk felteszik a tételeket, a kérdéseket, én úgy elég jó kérdéseket kaptam, elég jó válaszoltam, és akkor megkérdezi a Kiszes képviselő, mert még olyan is volt, nem tudom, van-e most a felvételéken Hökös képviselő, akkor ugye volt Kiszes képviselő, és felteszi a kérdést, hogy tudom-e, hogy mi történt ma? És mondtam, hogy nem tudok semmi különlegesen. Hát azt mondja, nem olvastam újságot, vagy nem néztem híradót? Hát mondom, nem néztem híradót, mert nem hallottam híreket, mert a kollégiumban aludtam, kollégiumban laktam, ugye ott nem volt tévé, nem volt rádió. De újságot olvastam, de csak Népsportot. Most ez egy, akár egy picit szemtelenségnek is tűnhetett volna, de teljesen önkéntelenül jött ki belőlem. És akkor a földrajzos felvételiztető, az felnevetett és azt mondta, hogy nagyon helyes. Vagy valami ilyesmit, ezzel el volt ütve a dolog lényege. És ez a földrajzos felvételiztető egyébként mind később megtudtam, a Kerényi Attila volt. Tehát az első oktató, akivel én találkoztam, és aki nagyon jó benyomást tett rám, és tényleg komolyan egész magatartásával azon a feszültségen túlsegített, amilyen feszültséggel én arra a szóbelire mentem, ez a Kerényi Attila volt. Kerényi Attila, ha jól emlékszem, egyszer villant be az életemben, amikor a fiatal Jász gyerek 78-ban Jászlodányról Szolnok állomásán keresztül megérkezett Debrecenbe, majd elvillamosozott az egyetemre, ahol várta a felvételiztető bizottság. A bizottság tagjai között volt Attila is, és Süli Pista is, úgyhogy kettőik egyszerre tűntek fel az életemben, és arra emlékeztem, hogy nagyon sokan voltunk. Abban az időszakban, a pártalmi diktatúra idején, rengeteg, óriási volt a túljelenkezés, így a földrajz szakra is, amelyik egy népszerű, szintetizáló tudomány, és több mint 100-an voltunk, azt hiszem, 10-valahány helyre, és ő is részt vett ebbe a válogatásba. Jót tett velem, vagy rosszat tett velem, de végül is, ha ő nem akarja, vagy a kollégái annak idején, a 30-valahány éves geográfus nevezedék nem válogat ki egy 18 éves Jászfiút, akkor nem ülök itt lehet, mert hogy egészen másképp alakult volna sorsom. Nem voltam jó talajföldrajz volt, de nem azért, mert nem figyeltem eléggé Attila előadásait, vagy az ő előadásait nem lettek volna olyan szintűek, hogy ezt tudtam jobban megtanulni. Valahogy kijött az, hogy a biológiai tárgyakból és némely természetföldi tárgyból nem tudtam mindig hozni jelest. Itt épp a talajföldrajzi hármast látom jobb oldalt, de ez nem Attila aláírásával, hanem Katinak az aláírásával. Mindenesetre már akkor felbukkant Attila olyan szempontból, itt egy kiváló korrekt fiatal 30-as tanár, aki nagyon jó tanár volt, és nagyon jó kutató. Attila is azok közé tartozott, akik nem a íróasztal mellől irányították a kutatókat, hanem rendkívül időigényes módon kiment a terepre, és együtt dolgozott a feleségemmel. És pedig akkor még csak egy hallgató volt, tehát nem úgy, mint
hogy később doktoranduszban jóval több energiát kell fogta fektetni, és jóval időményesebb az együttműködés. Egy egyszerű hallgató, akiben fantáziát látott, abban is nagyon sok energiát fektetett. Nagyon regionális természetföldrajz 2+1-es felállásban, ezt már Attila nevéhez kötődött, rendkívül élvezetes előadásokat tartott. Nyilván itt is olyan témakörökben, aminek közelebb álltak a szívéhez. Mégis itt a zonalitás kérdését gyönyörűen lehetett vázolni és oktatni ennél a tárgynál. A plusz egy, pedig itt a Péter volt, a Csorba Péter, ugye ők ketten adták nekünk annak idején. Jól látom, ez 82 őszi fél év volt, amikor Kerény Csorba a regionális természetföldrajzot oktatta a Európán kívüli kontinenseket. Az eróziós folyamatoktól kezdve a felszínfejlődésig, de a sugárzási szint változásáig, szőlőfenológiai vizsgálatokig sok mindent végeztünk együtt. Annak idején itt a Tokai hegyoldalban volt egy lejtő, ahol ő vizsgálta a cseppelóziót, illetve a vonalas erózió kialakulását. Volt egy projektje, akkor mi nem így neveztük, hanem mintaterülete, és többek között ott is én is végeztem neki méréseket, és megnéztük azt, hogy egy vízszintes területen, illetve lejtőn milyen hatása van a lefolyó csapadékvíznek, illetve hát a maga a cseppelőzés érdekes volt, hogy attól függően, hogy mekkora a esőcseppnek a mérete, hogyan csapódik be, hogyan dobódik ki a talajszemcse, és utána az hogyan lesz majd, hogyan esik átadatául a vonalas erózió, vagy éppen egy areális leöblítés során ezt kutatta és vizsgálta, ebben végezte egy tubekközegi méréseket. Utána aztán Bodókeresztúrban természetesen a félmedencei kutatásokban ott sokat dolgoztunk együtt. Pincés professzor úrnak volt egy külön kutatási projektje, ez a Bodrogkeresztúri félmedence kutatása volt, amiben Kerényi Attila is részt vett. Ez egy nagyon sokrétű kutatási program, több éves, évtizedes kutatási program volt, amelynek a fő célját az jelentette, hogy ennek a hagyományos szőlőtermesztő területnek az összes tájtényezőjét és ahhoz kapcsolódó földrajzi jellemzőt a lehető legalaposabban kutassák. Ez azt jelentette, hogy nyáron, évközben is lejárt rendszeresen egy kis csapat Bodrogkeresztúrra, de ott részletes talajtani, geomorfológiai és éghajlatlan klimatológiai kutatássorozatot végeznek, és ebben fúrás mintáktól kezdve rengeteg talajmintát kellett begyűjteni, ezeknek a részletes feldolgozása, elemzése, ebből következtetések megfogalmazása. Nagyon sok feladat volt, ebben Martoni Erdős Katalinnak is nagy szerepe volt, és Csorba Péternek, és Kerényi Attilának is. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a 70-es évtized az Bodrogkeresztúr jegyében telt el, és hát én úgy gondolom, hogy Attila számára is az egyik legszebb, számomra mindenképpen közösségi szempontból a legklasszabb évtized volt. A kutató táborok azok nagyon hangulatosak voltak, kint laktunk sátrakba, a tábor mellett csörgetező patak volt a fürdőszoba, tehát ilyen szempontból teljesen nomád körülmények voltak, és hát ezek egy hét, tíz napig is eltartottak, néha-néha munka szüneti fél nap, mert az csak vasárnap délután volt egy kis szünet, akkor begyalogultunk a faluba egy kis fagylaltozásra, ennyi volt tulajdonképpen a kapcsolatunk a külvilággal. Egyébként ugye a terepen ott szorgos munka folyt, és beosztással, vagy melyik csoport mit csinál aznap, tehát ez egy jól végig gondolt komplex kutatási program volt.
Hosszú ideig ugye a terepjáróval az ott jutunk 60, maximálisan 60 kilométeres sebességgel a Budok-keresztúri félmedence irányába, és a déltől tavaszon át, nyáron át, egészen, tehát egy éven keresztül folyamatosan minden héten mentünk, többnyire hát közösen, és ott azok nagyon jó hangulatú beszélgetések voltak tulajdonképpen. Erre az ember nagy szeretettel gondol vissza. Igazi nomád körülmények között éltünk, sátorban laktunk, gyakorlatilag a tisztálkodást a patakvízból oldottuk meg, ivóvizet hoztunk fel a csippel, és reggeltől estig ott voltunk. Ez azt jelentette, hogy meg tudtunk figyelni olyan folyamatokat is, például egy teljes napon a besugárzás és a kisugárzás mértük, ami azt jelentette, hogy éjszaka is állandóan fenn voltunk. Együtt éltünk az élőlényekkel, nem tudom, valaki mesélte, vagy emlékeznek rá, hogy hajnalban mindig komoly gondot jelentett, hogy a szarkát meglepték a táborunkat is. Égtelen csörgéssel ébesztettek bennünket, holott még szeretünk volna aludni. Volt, amikor akkor eső esett, hogy a sátrainkba befolyt a víz, hogy kijöntött a patak bennünket. Pincés prof, ugye akkor még a társadalom földrajznak a vezetője volt, hivatalosan Borsi profnak a beosztottjai voltunk, ugyanakkor kutatás szempontjából teljes mértékben hát Pincés Dócesnek a vezetése alá tartoztunk, és hát ekkor indultak a Bodó-keresztúri kutatások. Tehát ez erről szól. És úgy gondolom, hogy Attila számára ez különösen nagyon-nagyon kedvező volt, mert hát Pincés prof nagyon jó szemmel észrevette, hogy a talajtannak egy nagyon-nagyon fontos szerepe lesz a közeljövőben, és elvégeztette vele a talajtani szakmérnökét, és hát a Bodó-keresztúri munkákból azt hiszem ő tudott a legtöbbet profitálni. Végül is erre alapozódott a kandidátusi disszertációja, és hát a Bodó-keresztúri terepi munkák sok-sok hallgatóval nagyon-nagyon segítették az ő előrehaladását, mind a mellett persze nagyon keményen dolgozott, és hogy olyan sok ember dolgozhatott neki, ez biztosan hozzájárult nagy mértékben az is, hogy voltak elképzelései azzal kapcsolatban, hogy mit kell csinálni, mit kell. Kerény Attila fiatal talajtanosként került bele ebbe a csapatba, és hát a talajfúrások mellett, amit Pincés professzor úgy csinált, irányított, a talajgödöknek a kiásása volt a legnehezebb fizikai munka, úgyhogy ez Attilának a feladata volt, ennek a munkának az irányítása. Ennek a programnak része volt a fagykár térképezés, a fagykár jelenségeknek a térképi rögzítése, amely részben Bodrogkeresztúrban, részben a tokai borvidékhez kötődött, és el kell mondanom azt is, hogy ez olyan gyakorlati jelentőségűnek tűnt akkor, bizonyult akkor, hogy még Franciaországból és Németországból is jöttek kollégák tanulmányozni a fagykár térképezésnek az eredményét, hol milyen százalékos a fagykár, és a lejtő kitettségekhez, illetve a lejtőszögekhez és a lejtőtájolási formákhoz milyen fagykár érzékenység kapcsolódik. Különböző időszakokban végezték ezeket a fagykár térképezéseket, milyen sérüléseket, tartós, teljes, részleges vagy egyéb fagykár sérüléseket szenvednek a szőlőtőkék. A borgazdaság számára is ez fontos volt, ezt a borgazdaság is fontosnak érezte. Mondhatnám azt is, ez egy interdisziplináris együttműködési program keretében valósult meg az éghalati tanszék, meteorológiai tanszék is ebben részt vett, Juscsák János, aki egyébként Pincés professzorral egy házban is lakott, tehát nagyon közel voltak egymáshoz. Ennek az eredményei számos közleményben, tanulmányban, külföldi konferencia kötetben láttak napvilágot, és ennek a nagy munkának Kerényi Attila is a kezdetektől fontos részese volt. Még ez a sajtó.
Debreceni Egyetem főépületének az alaksorában vagyunk, amiről nagyon kevesen tudják, hogy ez a helység még szintén a Földrajz Intézethez tartozik. A itt elterülő rendetlenségből szerintem látszik, hogy nem túl gyakran látogatott helyről van szó. Itt őrzik azokat a féltett kincseket, amelyek a korábbi kutatásokból visszamaradt relikviák. Hát egy pár érdekes darabot mindjárt megnézünk közelebbről. Hát mik ezek? Vannak itt monolit ládák egészen hátul, amelyek a bolygatatlan talajminták laborba szállításához voltak szükségesek. Ezek annyira el vannak dugva, talán nem is látszanak. Közvetlenül előkészítettem néhány olyan esővízgyűjtő és üledékfelfogó edényt, amelyek kifejezetten az Attila kérésére készültek a mérésekhez megtervezve. Ezek a eróziós kísérleti parcellák végére illesztett tartályok fogták fel az ismert méretű parcellákról lefolyó vizet, illetve a benne szuszpendált üledéket, és látjuk, hogy a némelyik házilagosan készített lábosból van, de azok nagyobb tartályok is, olyan osztott divizoros kivezetővel rendelkeznek, ami azt a célt szolgálta, hogy a belefolyó esővíznek csak egy részét, adott esetben mindig az ötödét fogták fel, és a benne levő üledéket mérték. Van itt egy meglehetősen bizarr kinézetű eszköz, az úgynevezett Münzleine féle készülék, amely a talajok vízáteresztő képességének a vizsgálatához készült, közkeleti nevén a bomba, mert ez a mérőhelyen felállítva tényleg úgy nézett ki, mint valami bomba. Én ezzel már nem dolgoztam, de amennyire tudom, úgy működik, hogy a talaj felszínre beállított fém keret fel van töltve vízzel, adott magasságig, és ennek a tartálynak az a szerepe, hogy ezt az adott vízmagasságot biztosítsa, tartsa, tehát vízzel van feltöltve, és ez így felállítva függőlegesen a keret közepén található. A pozdami főiskola meghívására 15 földrajzszakos hallgatót vittünk az NDK-ba, és ketten kísértük őket. Hát először Pozdamba érkeztünk, és ők vittek bennünket terepre, először Pozdam környékére, de itt Pozdamtól 50-60 kilométerre vittek ki bennünket feltárást megmutatni, és erre az egy alkalomra béreltek buszt. Itt mondjuk az említhető furcsaságnak, érdekességnek, hogy amikor visszafele jöttünk, akkor nekünk az volt a kérésünk, hogy nézhessük meg a Ceciliák hófot, ahol kötötték ugye a békeszerződést. Azt mondták, hogy a busz elvisz bennünket, de ők nem jönnek oda be. Az egyik a Rügen-sziget volt, ahova vonattal mentünk Rügen-szigetre, hogy bemutassák a tengerparti formákat és magát a szigetet. Hát ez elég hosszú út volt, ugye Berlintől. Ott pedig gyalog. Hát földrajzos túrázhat. Úgyhogy gyalogtúra volt, a professzor vezette a csapatot, tulajdonképpen a magyar csapat a 15 hallgatóból, és Attilával is, és én voltam még ott, és volt 3-4 német hallgató. Végig Zasznisztól Kaparkónáig gyalog mentünk, ez durva 20 kilométer, zúgott az eső,
a német profi jól bírta az iramot, és teljesen elásztunk, amire kapartónába értünk, felkapaszkodtunk ott a tengerpartról, teljesen átásztunk, fáztunk, de azzal kedveskedett, hogy mindenkinek be grognak nevezik, ugye a teátrummal, az jó esett. És onnét pedig gyalog vissza, tehát a szálláshelyre, a szigeten keresztül, vizes ruhába. Hát ez augusztusban volt, de nem volt meleg, esős időszakból. Ott lepakoltuk a székre a ruhákat, és reggel a nyírkos hideg ruhába kellett bebújni, hogy újra indulhassunk. De jó hangulata volt ott még, mi is megvendégeltük a német vendéglátókat, kolbászos paprikás krumpli, valami nagyon ízlett neki. Ez egy nagyon jó kidolgozott program volt, amit ugye őrszacs programnak neveztünk, tehát a földfigyelő program. Nem mi neveztük így, hanem az az alapítvány, ami valahol Bostonban székelt annak idején, és az volt a feladata, hogy hát mondjuk így, hogy unatkozó amerikai nyugdíjasokat keresett olyan, vagy keresett meg olyan céllal, hogyha ő nekik fontos a környezet, és ezért tenni is akarnak valamit, akkor hát utazzanak el hát olyan országokba, ahol esetleg még nem olyan fejlett ez a dolog, mint Amerikában, saját pénzükön, plusz pénzt is feláldozva, és hát ott az ilyen környezetvédelmi kutatásokban vegyenek részt. Na most ez 93-ban volt, tehát jó 20 évvel ezelőtt, amikor Attila megszervezett, sőt, hát megpályáztunk, meg kell pályázni, úgyhogy a két tanszék pályázta meg, akkor még nem így hívták a tanszéket, mi egyszerűen csak és tanszéknak hívtuk akkor, mert olyan hosszú neve volt, és a metrói tanszék, és akkor megnyertük ezt a pályázatot, ami azt jelentette, hogy pontosan nem emlékszem, de azt hiszem, hogy 4 vagy 5 amerikai idősebb hölgy és úr eljött Síkfőkútra. No, tehát 1993 Kerényi professzor úr úgy döntött, hogy nincs elég pénz a kutatásra, hívni kellene amerikai nyugdíjasokat az úgynevezett Earthwatch program keretében. Na, ez meg is történt, mentünk abban marha melegben, a Ferihegyi repülőtérre jöttek a nyugdíjasok 622 000 batyúval, vasalóval, víztisztító készülékkel, mindenféle tablettával, mert nem tudták, hogy Mongólia, vagy mi, hova jönnek. Bepakoltam a kis trabantomba a sok cuccot, Ferihegyi repülőtérről lehozták őket ide a Pepsi Motelbe. Na, de azért szerveztünk nekik ilyen kis jó kis programokat, Kovács Laci barátom, Magyar Kati feleségével. Itt voltak elheverve, kérem, a nyugdíjasok, akkor még nem sütött a nap ennyire a szemünkbe, mert már később volt, és finoman szólva nagyon jól érezték magukat. Na, tehát itt voltak ezek a nyugdíjasok, és hát itt kiváló vendéglátás volt, olyannyira, hogy Attila barátom mondta, hogy még utána vagy 1 vagy 2 évig írt az Earthwatch, hogy fogadjunk még újabb csoportokat, de mi már nem akartunk Earthwatchokat fogadni. Nagyon jelentős mérföldkőnek tartom én, hogy akkoriban voltak ezek a Tempus ösztöndíjak divatosak, és ő is, én is kaptunk Tempus ösztöndíjat, sőt, mit ad a sors, Angliába, Wolverhamptonba egyszerre voltunk, ha jól emlékszem, egy teljes hónapot, vagy még hosszabb időt, egy ottani kollégiumban laktunk, megfelelő egyágyas szobába, de azt mondhatom, hogy napjában együtt voltunk, a dolgainkat közösen intéztük, és közös kirándulásokat szerveztünk. Hát azt hiszem, hogy mindketten elmondhatjuk, hogy ez nagyon kedvező változást hozott, hiszen a kirándulásokon, amelyek Walestől Skóciáig és az angol tóvidékig tartottak, nagyon pozitívan ismertük meg egymást, és tényleg öröm volt az együttlét. Egy különleges élmény, amikor együtt voltunk Lattingerben, Angliában,
hónapokon keresztül, mondjam így, hogy összezárva, és hát erre az időszakra én tényleg nagyon-nagyon szívesen emlékszem. Én ugye kicsit haspárti emberként, de ugyanakkor olyan ember, aki szeretem a főzés, sütést és így tovább, és valóban napközben este és így tovább komplett ebédeket, vacsorákat készítettem. Attila hétről hétre, hónapról hónapra zöldborsó konzervet vett és tojást ütött rá. Ezt tette. Úgyhogy néha úgy voltam rá, hogy hát, hogy nem mondja, meg tényleg, hogyha volt úgy, hogy meghívtunk embereket, vagy valami, akkor nagyobb vacsorát, vagy ebédet készítettem, és akkor őt is meghívtam, de hogy tudta azt a sok zöldborsó főzeléket tükörtojással megenni, szóval ő neki ez volt a konyha művészetének a csúcsa. Egyszer utaztam 1998-ban Argentinába, és nagy meglepetésem a repülőgépen Kerényi Attila tanár úr és Süli Zakar István, ők Londonig jöttek. Egy angol egyetemben volt meghívásuk, és ott a repülőgépben találkoztunk. Én mentem egy kicsit tovább Buenos Airesbe, és akkor is a repülőn ez a találkozás azt a sugallatot adta, hogy hát ők már felnőtt fejjel, gyakorlatilag már elismert kutatóként jutnak ki most Nagy-Britániában, ami egy rendkívüli dolog volt, nem volt még olyan hétköznapi, mint manapság. Azért a 70-es évek elején ugye a földrajz és az ásványtan közötti kapcsolat az nem volt teljesen felhőtlen, de pont azzal a generációval, aminek tagja volt Kozák Miklós kollégám és tagja volt Kerényi Attila, Szabó József, kezdett ez a két tanszék közötti vélt és valós sérelmek miatt kialakult feszült viszony nagyon komolyan oldódni. Tehát én ebből már olyan sokat nem éreztem, és Attilával és néhány más kollégával kapcsolatban ez fel sem merült. A tanszék vezetők sorában a Millekker Rezső, Kádár László, majd Pincé Zoltán után a negyedik volt a intézet történetében, amelyik a természetföldrajz, illetve hát sokszor névváltozáson átesett tanszéknek a vezetését elvállalta. Egészen fiatalon, közvetlenül a középiskola után kezdtem el dolgozni az alkalmazott tájföldrajzi tanszéken. Ez körülbelül egybeesett Kerényi Attila tanszékvezetői kinevezésében a kortáj. Titkárnőként, ügyintézőként dolgoztam, kezdetben félállásban, majd teljes állásban. Egészen más vezetési módszer az, ami jellemezte őt kezdetektől fogva, tehát bizonyos könnyedség és ugyanakkor a kollégáknak az ösztönzése az önálló munkára, ugyanakkor a számonkérése az nagyon erős oldala volt, és tehát nem nagyon lehetett ugye, hogy kibújni a munka alól. Persze olyan is volt a társaság, hogy ez szóba sem jött. Ekkor tájt történt az, tehát a 90-es évek elején, hogy az irodákban az írógépeket felváltották a számítógépek. Ezen a korrektúrázás az írásokkal egyszerűbb volt. Először emlékeim szerint én kaptam számítógépet a tanszéken, de aztán természetesen egyre több kollégának került az asztalára a számítógép, és nem csak szövegszerkesztésre használták, hanem sok másra is.
Ez engem annyiban érintett, hogy egyre több kollega tudta saját maga is leírni számítógépen a publikációit, az egyéb tudományos munkáját. Ettől függetlenül Attilát látható módon ez a technikai csoda nem vonzotta annyira, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljön vele, tehát továbbra is a számos könyve, publikációja mind-mind kézírással született, és aztán pedig én voltam az, aki írott formában, gépírással leírta számítógépen, és gyakran kész könyvformába szerkesztettük ezeket. Az igazi kapcsolat közöttünk akkor vált szorosabbá, amikor tanszékvezetők lettünk mind a ketten, tehát a korábbi közös tanszék szétvált. Itt a Földrajzi Intézetben megelőző évtizedekben, tehát ez a 90-es évek előtti évtizedekről beszélek, itt általában nem voltak jó emberi kapcsolatok a vezetők között. Emlékszem rá, hogy vezető professzoraink volt úgy, hogy hetekig még csak nem is álltak szóba egymással, nem is köszöntek. Na hát hála Istennek én azt mondhatom el, hogy a 90-es években volt egy bő 10 év, áthúzódva talán a 2000 után, amikor a földrajzi tanszékek kett Szabó Jóska, Kerényi Attila és én vezettük. Szóval én úgy gondolom, hogy ezek az időszakok a debreceni földrajz csúcsidőszaka volt. Elsőben azért, mert mi hárman megértettük egymást. Nem volt közöttünk a legkisebb összezördülés mondjuk pénzügyekben. Én emlékszem, hogy a filéreken veszekedtek előttünk. Mi azonban, hát láttuk azt, hogy de akkor legalább persze még volt dotáció, tehát hogy kevés a dotáció, és ezt alapjába véve elosztottuk, és így tovább. Ezen kívül hát itt gyönyörű feladatok voltak megszervezni például a kokáért a geográfus képzést. Szóval ebben Attila meg én úgy látom, hogy alapvető fontos szerepet játszottunk, tehát egyrészt a környezet földrajzi, másrészt pedig a társadalom földrajzi szakirány megszervezés, az tényleg egy nagyon fontos dolog volt, és ezt olyan szépen, harmonikusan oldottuk meg. Amikor a 90-es években megfordult a dolog olyan értelemben, hogy természetesen idő teltével ugye új tanszékvezetők jönnek, és egyebek között ő is tanszékvezető lett, én is tanszékvezető lettem, a gazdaságföldrajzó Süli Zakar István tanszékvezető lett, akkor nekünk azért adva volt a feladat, hogy ezt a eddigi, hát éppen kedvezőnek nem mondható állapotot valamiképpen a munka során javítsuk és oldjuk. Én azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, hogy mi így a munka közben közvetlenül is ismerve egymást vettük azt észre, hogy nagyon jól együtt tudunk dolgozni. És az, hogy a 90-es évek eleje után a tanszékek közötti viszony megjavult, abban neki alapvető része volt, mert hiszen mindannyiunknak szükség volt a másikra is tekinteni. Hát ugye nem is volt akkoriban intézet, még tanszékcsoport volt, és mint a falusi bíróválasztás egyik évről a másikra mindig váltottuk egymást a tanszékcsoport elnöki funkcióban, és az tényleg nem hatalom volt, hanem egy adminisztratív feladat, amit meg kellett oldani. De 90 körül lehetőségünk nyílott arra, hogy a földrajznak addig nem művelt, vagy kevésbé művelt, vagy talán még föl sem fedezett részeit vigyük. És ahogy mondjuk így országon belül, vagy talán nemzetközi vonatkozásban is, Attila a környezetföldrajz Landschaftov igényéje, ugye, ahogy az orosz mondja, vagy a környezetvédelemnek. Mondjam azt, hogy fiatalon meghatározó személyisége lett, aki meghonosított bizonyos tudományterületeket, nem csak a régi hagyományos leíró, vagy mit tudom én, idejét múlt földrajzi irányzatokat, hanem mind a ketten megpróbáltunk valami újat, és új területekre elvinni, és hát természetesen ez nem csak
magunknak a témaválasztását, hanem a két tanszéknek a témaválasztását is nagyban befolyásolta. A karakternek, a új képnek a megformálása, úgy hiszem, hogy ez a 90-es években, ami minden nehézsége ellenére összevetve a mai időszakot, hát még mindig a béke és a gazdagságnak az időszak. Kerény Attila neves elődöket követett, Kádár professzort, Borsi Zoltánt, Pincér Zoltánt, és hát én úgy vettem ki, mivel őket is ismertem, hogy tökéletesen megfelelt a vezetői feladatnak, tanszékvezetőként is, és az intézet egyik meghatározó személyisége volt, aki kezdettől irányította a doktori iskolát, és hát ebben is nagyon rugalmas volt, és nagyon előrelátó, kitűnő volt a kapcsolattartó képessége, minden irányba lefelé, fölfelé, oldalirányba, sűrűn kellett neki Pestre járni, ami igénybe lehette rendesen, de napra készen ismerte a dolgokat, tudta, hogy hogy lehet ezt a viszonylag kis intézetet úgy navigálni, hogy azért fönnmaradjunk mindig a lehetőségek határain belül. Nem volt könnyű dolog, mert néha pengeiren táncolt az intézet, és ő ezeket a feladatokat nagyon jól oldotta meg. Kerényi Attila egy 10 év elteltével úgy érezte, hogy sok újdonságot, sok izgalmas feladatot számára már nem jelent a tanszékvezetés, és tényleg minden különösebb ceremónia nélkül megkérdezte, hogy volna-e kedvem átvenni. Mindenkinek kívánok ilyen elődöt, aki az utódját tényleg anélkül, hogy beleavatkozna a mindennapokba, de azért mégis biztonságként ott érezheti maga mögött. Az intézet ugye megalakult, és én lettem az első intézet igazgató, akkor olyan szabályzat, intézeti szabályzat született, gondolom, hogy máshol is így van, vagy így volt, hogy a doktoriskola vezetője tanácskozási joggal részt vesz az intézeti tanács ülésein, és akkor Attila, akkor már Attila volt, hát már azelőtt régen is, de akkor ő volt a doktoriskolának a vezetője. Szóval én mindig rohanni és munkaközben láttam, tehát igen, keveset pihenhetett ezekben az időszakokban. Az, hogy a Földtudományi Doktoriskola még mindig működik, és ugye jól dolgozik, mert ugye egyre másra lépnek meg vannak hallgatóink, szóval az ő igen kemény munkájának is köszönhető. Az is az arra vonatkozik, hogy vannak olyan objektív dolgok, amiket még ő is tudott kivédeni. A mi doktori iskolánk egy alprogramjával kapcsolódott a földrajzi doktori iskolához, és ennek a vezetője Kerényi Attila volt, és mondhatom, hogy köz megbecsülésnek örvendett a doktoranduszok körében, mert mindig nagyon szigorúan szemmel tartotta őket, mindig átnézte a publikációs listájukat, és ha az megfelelő volt, akkor a Kari doktori iskolánál és ugyanúgy képviselte őket, függetlenül attól, hogy a földrajznak melyik ágából doktoráltak. Tehát a doktorandusaink úgy tartották, ha a Kerényi prof doktori iskola vezetőként az ő publikációs jegyzékükre rábólintott, akkor azt a Karon is mindig sikerrel képviselte. A diplomaosztó után én középiskolai tanárként helyezkedtem el, és hát nem is gondoltam el, hogy még kapcsolatba kerülök Attilával, vagy a szakmai területtel, úgyhogy 18 évre rá adtam be a doktoriskolába a felvételemet, és hát ekkor kopogtattam be újra Attila ajtaján, hogy hát jó lenne, hogyha témavezetőnek illetve témavezetőként elvállalna, és hát bizony ez nem volt egyszerű, hiszen 18 év kihagyása után rendkívül sok mindent kellett újra tanulnom, illetve hát a legújabb szakmai területeknek a munkáját, módszertanát is át kellett vennem, meg kellett tanulnom. Hát
amit Attilától leginkább tanultam, az alázat, tehát hogy ahhoz, hogy valaki jó munkát rakjon le az asztalra, ahhoz nagyfokú alázatra van szükség. Nyilván tehát szakmailag is sokat segített, és a mai napig is az életemben ott van a környezetvédelem, már nem környezetvédőként, mert nem úgy dolgozom, de az egész életemet áthatja. Azt hiszem, hogy én is azok közé az emberek közé tartozom, akik Kelly Attilának köszönhetik, hogy itt vannak az egyetemen. Nekem a közös élményeim másodéves koromra nyúlnak vissza Attilával kapcsolatban. Talajtan előadást tartott, mert akkor ez nem volt a neve. Majd aztán utána környezetvédelem volt a következő kurzus, ahol találkoztunk, és végül is a mi közös történetünk ott kezdődött. Akkor emelt ki a tömegből, és akkor kezdtük el azt a munkát, ami tulajdonképpen a végére egy diplomamunkában, meg egy UTDK dolgozatban teljesedett ki, és aztán azután lett belőle egy doktori ösztöndíj, aztán utána egy doktori dolgozat. 1994-ben kerültem a tanszékre, Attila hívott PhD-zni, és ettől az évtől kezdve mi nagyon sokat dolgoztunk együtt, hiszen kezdetben témavezetőm volt Attila, ezen kívül sok környezeti hatásvizsgálatot csináltunk együtt, nagyon sok pályázatban dolgoztunk együtt, közös kurzusaink voltak, vannak a mai napig, és emellett a doktori iskolában is nagyon sokszor együtt intéztük az iskola ügyeit, hiszen ő volt az elnöke az iskolának, én pedig titkárként működtem ebben közre. Attilának a jelenléte egy-egy projektben, egy-egy pályázatban számomra mindig nagyon komoly biztonsági érzetet adott. Tudtam azt, hogyha ő benne van, akkor ebből már rossz dolog nem fog kisülni. És azt is elmondhatom, hogy ez alatt a csaknem 20 év alatt nem volt közöttünk különösebb konfliktus, ami nagy szó, mert aki ismeri Attilát, az tudja, hogy ő nem arról híres, hogy ha nem tetszik neki valami, akkor azt nem mondja meg. Számomra az volt a legfontosabb, hogy egy új dimenziót nyitott meg számunkra, természetvédők számára, amit valójában még a természetvédelem ma sem tudott igazán birtokba venni, ezt a lehetőséget teljes egészében kihasználni. A tájléptékű gondolkodás, a tájban való gondolkodás. Amikor ezzel kapcsolatos első írásait, munkáit olvastam, akkor számomra világossá vált, vagy akkor vált igazán világossá számomra, hogy a természetvédelem a kezdetektől, a Yellowstone Parktól napjainkig egy nagyon furcsa pályát futott be. A tájtól indult el, de a szép tájtól, és eljutott a működő tájig. És Attila munkáiba a tájökológiai szemlélet biztosítja azt a természetvédők számára, hogy ne csak egy lokalitással foglalkozzanak, hanem az ott zajló eseményeket be tudják egy tágabb horizontba helyezni, és így vizsgálataik eredményesebbek, hatékonyabbak lesznek. Voltak szakmai vitáink is, amelyek mindig nagyon korrektek voltak. Például nagyon kemény és nagyon komoly vitákat folytattunk, erre biztos el is emlékezni fog, a táj kérdésköréről. Ugye itt ez érdekes módon ugye bejött az a fogalom, hogy tájökológia. És hát ugye ezt kétféleképpen lehet megközelíteni, egyrészt van egy földrajzos megközelítése, másrészt van egy élővilágközpontú megközelítése, ugye, és ezen bizony néha komoly szakmai vitákat is folytattunk, azonban ezek mindig közös épülésre szolgáltak. A lektornak a munkája sokszor bosszúsággal teli.
azt látja, hogy a nyomtatott változatban ugyanazok a hibák jelennek meg, amiket a lektor eredetileg kifogásolt. No, Attilánál hiba is kevés volt, nagyon ritka volt, de hogyha valamit javítottam, valamit javasoltam, azt ő nem bosszúsággal, nem morcossággal, nem valamiféle visszautasítással, hanem mindig nagyon alapos megfontolással és örömmel vette tudomásul. Tehát örömmel vett minden javaslatot, ami a munkának, a műnek, az eredménynek a javítását szolgálta. És ez valami rendkívül élvezetes dolog volt ezekről a javításokról, javaslatokról, észrevételekről elbeszélgetni Attilával. Nem volt mindig igazam, de mondom, ezekben nagyon sokat tanultam én magam is. Mindig csodálattal adóztam annak a rendkívül rendszeres tudományos kutató munkának, amelynek az eredménye számtalan könyv és publikáció lett. Először is egy olyan új terület kutatásába kezdett, amely hát a földrajzban újnak számított a környezetvédelem kérdésköre, és ebben a tárgykörben ő ugye országos, sőt nemzetközi szakértővé vált, és szisztematikusan jó időbeosztással és rettentő nagy munkabírással publikálta a könyvek sorát, és hozta az új eredményeket. Attilának az Általános Környezetvédelem című műve és a Környezettan című könyve mindkettő intellektuális csúcs teljesítmény, azt kell, hogy mondjam. Ezekre a könyvekre nagyon nagy szükség volt, és nagyon jól tudtuk hasznosítani őket az egyetemi oktatásban, és alkalmasak voltak arra is, hogy a külső akadémiai közegben a földrajztudománynak a renoméját, a tekintélyét növeljék. Kitűnő munka az általános környezetvédelem is, Európa regionális körülött és természetvédelem is, és a környezettan is. Ezekben valahogy kifejezésre jut az, hogy általános érdeklődése Attilának milyen széles körül. Blaise Pascal azt mondta, hogy sokkal szebb dolog valamit tudni mindenről, mint mindent tudni egy valamiről. És ez az általános érdeklődés a legszebb emberi tulajdonság egyike. Hát ez van meg Attilában. És ez az, amivel még a geográfiai határán túllépve is képes volt áttekinteni, átfogni és nagyon szépen összefoglalni a környezettudománynak az egész óriási területét, és tenni mindezt ráadásul a geográfusnak, a földrajzosnak a szemszögéből. Tenni ezt úgy, hogy olvasmányos legyen, tanulható legyen, tanítható legyen. A három könyv közül, amit említettem, az egyiknek nem én voltam a lektora, ez a Környezettan, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt szeretem a három közül a legjobban. Ezt szeretem a legjobban, mert ebben megnyilvánul nem csak a széles érteklődési kör, a széles áttekintő képesség, hanem az is, hogy a irodalmi idézeteknek, a mottoknak a remek kiválasztásával milyen jól tudta megragadni az egyes fejezeteknek a lényegét, és ezekben micsoda a geográfia meg a környezettudományon túl mutató általános műveltség tükröződik vissza. Ezért nagyon szeretem a Környezettant. Mondom, a három közül ez a kedvencem. A Kerényi Attiláról nekem az a véleményem, és ez mind soha nem is változott meg, ez az első perctől kezdve jellemző volt rá, hogy egy rendkívül megfontolt, nagyon korrekt és óriási tárgyi tudással rendelkező szintetikus elme. Ezt ugye csodálatosan bizonyítják a különböző könyvei. Ugye én például az általános környezetvédelemről, vagy az Európa természet és környezetvédelméről írt könyvét szinte etalonként szoktam forgatni. Nálunk 1996-ban megépült egy új iskola, amiben most is itt vagyunk, és akkor bevezettük a környezetvédelmi szakközépiskolai képzést, és az elmélet alapozásnál, illetve amikor ezt mi előkészítettük, akkor az ő munkásságát vettük alapul a környezetvédelmi kutatásokba, amit ő lerakott általános alapokat, illetve még egy alkalommal találkoztam vele, hát nem is, ez nem kell múlt időben mondani, mert jelenleg is van az egri főiskolával, a mi iskolán közösen végez egy
bortechnológus felsőfokú szakképzést, és annak volt 2 vagy 3 évfolyam itt a mi iskolánkban, közösen a Egri Főiskola tanáraival oktattunk, és ebben én a szőlő és környezet, illetve a környezettan részt éppen Attila munkájából vettem át, főleg hát, hogyha konkrét akarok lenni, akkor a rendszer elméleti alapokat, a ökológiai rendszerekről szóló alapokat, azt mai napig az ő könyv alapján tanítom. A munkásságomra, saját dolgaimra nagyon hatott Attila munkássága, mert amikor egy tárgy kérdéseivel foglalkoztunk a környezetmérnök szakos hallgatók számára, akkor végül is az, hogy természet, táj és vízi környezetvédelem, amit ma is oktatok, ez Attila szakmai munkássága alapján alakult ki. Az ott számomra, természetvédő számára fontosnak, nélkülözhetetlennek tűnő, vagy azzá váló szakmai megállapításokat szerettem volna én átemelni a természetvédelem eszköztárába. Egyik munkáját emelném ki, az Európa Környezet és Természetvédelmi munkát. Ez ugyan tankönyvként a Nemzeti Tankönyvkiadónál jelent meg, de ez egy kézikönyvként is kitűnően forgatható, elsősorban a szemlélete miatt, a szemléletformálás miatt, hogy milyen sok hatótényező együttese jelentkezik a tájalakító folyamatokban és az emberi reakciókban, az az interdisziplinaritás, ami a földrajzot jellemzi, ennek a könyvnek is egy meghatározó vezérfonala, kitűnő munkának tartom, és nagyon örülök, hogy ez megjelent. A könyveiből, melyen előadásait nem igen hallottam, Kerényi Attilának, az kerekedett ki, hogy kiváló stílusa van, tehát nagyon, nagyon jól, szavatosan tud fogalmazni. Az ember úgy érezte, hogy hát ez az a dolog, amikor valakivel együttműködve, egyébként a közvélemény számára, még azok számára is, akik valamilyen mértékben foglalkoznak közvetpolitikával és közvettudománnyal, közérthető módon hogyan lehet meglehetősen összetett ügyeket tárgyalni. Az ő helyét, a szerepét azt majd az utókor fogja igazán kijelölni, az el kell teljen még hosszabb idő, hiszen ne felejtsük el, hogy bár az életmű az teljes, de azért nem lezárul, tehát még alkotó emberről van szó. Úgy vélem, hogy ez majd 50-100 év múlva egy nagyobb távlatból lehet igazán megmondani. Mindenképpen a Debrecen iskolának egy nagyon markáns és nem csak hazai, hanem nemzetközi vonatkozásban is megbecsült és számon tartott személyisége, publikációi okán is, könyvei okán is, külhoni és hazai konferencia szereplései okán is, de leginkább a tanítványnevelés okán, hiszen az ő szárnyai alól kikerült hallgatók viszik tovább, erősítik meg ezt az irányzatot. Attilával kapcsolatos első emlékezetes élményem, amikor doktori védésén nekem volt alkalmam egy hosszabb időszakra elnökölni. Ez úgy történt, hogy Pécsi Mártonnak, aki hivatalból az elnöki tisztet ellátta, egy orvosi vizsgálatra kellett mennie, és rám testálta a vita vezetésének feladatát. Akkor már elhangzott Attilának a gyönyörű előadása, elhangzottak a gyönyörű okkonási vélemények, úgyhogy igazából a vita vezetésén kívül csak az maradt rám, hogy hirtelennyében egy kis rövid zárszót mondja. Szokatlan volt a feladat, mert soha életemben a doktori védésen korábban nem eldököltem, megjegyzem azóta se. Úgyhogy hirtelennyében az az adivers jutott eszembe, hogy az értő az óceán. Ez tulajdonképpen olyan jól jellemzi Attilának az életútját is valamiképpen. Ahogy eljut valaki a résztanulmányoktól, a geomorfológiától, a talajtanon át, a
geográfia egész spektrumának áttekintéséig, és még azon túl a környezetvédelem egész óriási területének áttekintéséig, ez azt hiszem, hogy az éltől az óceánig való eljutással szimbolizálható legjobb.